Már a mérkőzés előtt megfogyatkozott a vendégcsapat, a kezdés előtt nem sokkal derült ki, hogy a nagyszerű formában lévő Tarján Izsák nem tudja vállalni a játékot. A hazaiak pazardobó formában kezdték a meccset, az első negyedben 35 pontot szerezve 10 pontos előnyre tettek szert. A második 10 percben sem lassított a BKG, így a nagyszünetre 65-42-es állásnál vonultak le a csapatok. Fordulás után kiegyenlítettebb lett a játék, de tartotta előnyét a házigazda, és végül 23 pontos vereség zárta le a kékcápák idei győzelmi sorozatát. Első dolog ez, hogy a BKG nagyon jól játszott. Az első, második felkészültek belőlünk nagyon. Kivételesen jól dobták. 73% első felé a triplák, 72-2. Jó nap fogták. Más dolog ez igenis a Izsák nem játszott, és ez nagy probléma. Ha nem játszik egy meccs, oké. De mi olyan kemény sorozatban vagyunk most, és ha nem tud játszani, a probléma van a hátán, lesz probléma, hogy fogunk megoldani ezt a poszt. No, ez van most. Másik felidő megbeszéltünk, hogy harcunk normális, az egy másik felidő korrekt volt. Ennyi van. Volt egy sorozat, igen van, most újra kezdünk dolgozni. Most jönnek a meccsek, ami valahogy nagyon-nagyon kemény lesznek. Újpest, Móvc, Vasas. Hát sűrű a mezőny, alá van a 5-6 csapat, mindenki egy cél. 8-ból legyen és biztos bemaradás. Nehéz lesz, de hát készen állunk. A forduló további eredményei a következők. Cegléd Vasas Akadémia 96-70, Deac 23, Újbuda Mavc 73-70, TF Budapest Fót 86-89, Óbudai Kaszások Salgótarján 93-97, Meafsz Jászberény 97-100 és Pécsi VSK Budafok 110-78. A nyíregyháziak legközelebb Fóton lépnek pályára. Szerintem a 4 meccsból ez legnehezebb, mert ha emlékezünk, ők volt a csapat, aki minket simán megverték. Szerkezetileg nagyon kellemetlen. Ott van Juhas, volt válogatott Márkovics, nagyon rutinos játékos, Kini, mit profi, nagyon jó poszton osztva. 8 játékosból rotálnak, és mindenkinek van feladata. Látható, hogy jól játszanak, mert megverték a aki kell, Vasasat és mindenkit, és ők is akarják valami elleni ebbe a bajnokságban. Vasárnap menjünk, taktikailag leszünk felkészülve, mondom még egyszer, Izsáktól függ, mi lesz, mert pont ilyen játékos hiányzik, Robonéko, aki fut, tranzíciós játékos, de ha nem, akkor is ott vagyunk, és harcolni fogunk utolsóig. Az NB1B piros csoportjának tabelláját a Pécsi VSK vezeti 18 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve a 17-3-as mutatóval rendelkező Újbuda Mavcot, a Nyíregyháza 8 győzelemmel és 12 vereséggel a 7. helyen várja vasárnapi Fóti vendégjátékát.